Néhány évvel ezelőtt, 2017-ben ünnepeltük a reformáció 500. évfordulóját. A reformáció az egyik legjelentősebb kulturális megújulás volt, szellemi-lelki megújulás volt a európai kultúra történetében, amelynek a hatását máig érezzük. A megújuló egyház egyik nagy fegyverténye volt, hogy Európa szerte iskolákat alapított, így Magyarországon is, ekkor jöttek létre a híres református kollégiumok, a debreceni, a sárospataki, pápai, Erdélyben a nagyenyedi, marosvásárhelyi kollégium. Ez az épület nem egyidős a reformációval, a mai épületünk a 19. században épült, viszont az a szellemiség, amit képviselünk, az visszanyúlik egészen a 16. század közepéig, derekáig. Kulturális értelemben a debreceni kollégiumnak a fénykora a felvilágosodás korára esik. Ekkor jelennek meg azok az első nagy neves diákok, akiket a tankönyvekben is megtalálunk, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály. Pár évtizeddel később itt diákoskodik Arany János, de hát hozhatnánk 20. századi példákat, Szabó Lőrinc is diák volt, itt a Tücsök zenében egy egész fejezetet szentel Debrecennek. A kollégium latin jelmondata orando et laborando, ez azt jelenti, hogy imádkozva és dolgozva. Az imádság, a elmélyült Istenre tekintés és a munka egyaránt fontos. A hagyománynak és a szabálykövetésnek általában az egyházon belül nagy hagyománya van, és ilyen módon az egyházi iskolákban és a kollégiumokban is. Nyilván egy több száz éves intézménynél ez még erősebben jelenik meg. Nyilván lehetnek ennek torzulása is. Debrecenben is látunk olyan időszakokat, amikor hát a formák váltak elsődlegessé, de én úgy gondolom, hogy a debreceni kollégiumban azért mindig egy egészséges egyensúly működött. Az egyik oldalon valóban voltak előírások és szabályok, emellett viszont megjelenik a tanárok részéről valamiféle emberség és humánum is. A diák az egyik oldalon lázad ez ellen, a fegyelem ellen, aztán van, aki már a diákkorában, van, aki később jön rá, hogy ezt tulajdonképpen őt szolgálta. Nagyon sok példát látunk erre a debreceni kollégium történetében. Arany János, aki vélhetően nagyon szelíd diák volt. Ő maga is lázad, hiszen nem fejezi be a tanulmányait, hanem vándorszínészekhez áll. És aztán, ahogy egy késői versében a Vándorcipóban megírja, nagyon gyorsan meg is bánja ezt a tettét, és aztán hazamegy nagy szalontára az idős szüleihez. Útba ejti Debrecent, de nem mer bejönni a kollégiumba. És tulajdonképpen a saját maga sorsát a tékozódó fiújéhoz hasonlítja, aki elment otthonról, aztán vissza Somfordnál. Nagyon-nagyon sok ilyen történetünk van a debreceni kollégium évszázadaiból, hogy a lázadás után mégiscsak visszatérnek. 2000-ben rendeztünk egy világtalálkozót, ahol körülbelül 3000 öreg diák jött össze, ez egy háromnapos rendezvény volt, és a javaslatomra külön kis eseménye volt ennek a rendezvénysorozatnak, a kicsapottaknak a találkozója, a kollégium udvarán a kisharang mellett, mert ugye hagyomány úgy tudja, hogy a kicsapottakat kiharangozzák. Az érdekes az volt, hogy visszajöttek. És nem haragba jöttek vissza, hanem egyrészt kaptak egy lehetőséget, hogy elmondják, hogy miatt ütköztek össze az iskolával, másrészt pedig ez egyfajta feloldozás is volt a számukra, másrészt pedig úgy tűnik, hogy az összeütközés a kötődést inkább erősítette, mint sem gyengítette volna. Máskülönben ugye ezek az iskolák hagyományosan konzervatív szelleműek, értékőrző szelleműek, és én úgy gondolom, hogy a konzervatív nevelés közben ezek az ütközések elkerülhetetlenek, például egy családban, vagy iskolai nevelésben is, hiszen egy értékrendet, szigorú értékrendet állítani egy ifjú elé, vagy egy diák elé, az nem könnyű feladat, hiszen hajlamos arra a fiatalember vagy a diák, hogy lázadjon a fennálló dolog ellen, és itt nem szabad túlfeszíteni a húrt. Tehát itt van a nevelésnek az a művészete, amikor érezni kell a határokat,
ez nem könnyű, ezzel nagyon sokszor küszködünk itt benn, Debrecenben, a kollégiumban is. Nyilván ennek évszázadokon alatt kialakulnak a maga technikái, amit tudatosan is próbálunk őrizni vagy finomítani. Úgy gondolom, hogy a zárt közösségeknek, iskoláknak nem járt le az ideje. A diákok egyértelmű szabályokat szeretnének, és a fegyelmező iskola akkor működik jól, hogyha a szabályok egyértelműek. Hogyha tudja a diák, hogy meddig mehet el. Azaz a rend, a fegyelem mellé oda kell tenni a bizalmat is. Tehát ha azt érzi, hogy a korlátozások mellett neki azért lehetőségei is vannak, és egyértelmű, hogy a lehetőségeknek hol van a határa, ezt hangsúlyozom, és ezt következetesen tartják be vele szembe, akkor a diák elfogadja a fegyelmezést. Az utóbbi évtizedekben a magyar társadalomban van egy erős visszapolgárosodás, nem tudom ezt másként fogalmazni. A mai diákok legalábbis abból a közegből, amelyből jönnek, hát azért itt többnyire mégis keresztény hátterű, gyakran nagy családosok, elég gyakran kisebb településekről érkező diákokról van szó, sokkal könnyebben fegyelmezhetők, mint a 80-as, 90-es évek diákjai. A 90-es években nem lehetett rájuk egyenruhát adni, nyilván ez egy visszahatása volt a szocializmus beli iskolaköpenyeknek. Ma már büszkék arra, hogyha saját iskolájuknak 10 egyenruhája van, és azt fölveszik. Tehát átalakulóban van a társadalom, ezek azért konzervatív értékek, és erre a fogadó készség, én úgy látom, hogy össztársadalmilag növekvőben van Magyarországon.